A hideg idő ellenére a Szelkótó mellett ebben a faházban laknak néhány napig az Emisszió Egyesület tagjai, és azok az önkéntesek, akik a madárvonulás időszakában jelölőgyűrűket helyeznek el a kisállatok lábán. A tó környékén 14 ehhez hasonló hálóban fogják meg a madarakat. A madárgyűrűzés egy kutatási módszer, annak érdekében, hogy minél többet megtudjanak a madarak életéről, mozgásukról és vonulásukról a szakemberek. A gyűrűzött egyedek alapján olyan információkat tudhatnak meg a madarászok, amelyekkel kideríthető az egyes populáció változások oka. A művelet mindössze néhány percig tart. Rárakom a bal lábára, összenyomom, ilyenkor kis rés támad még a gyűrűn, tehát ezt még össze kell nyomni egy ilyen gyűrűzőfogóval, hogy teljesen kikerekedjen és bezáródjon. Ilyenkor nem a madárnak a lábát nyomom, csak a gyűrűt, tehát mozog a lábán, a csüggén a gyűrű, és nem szorítja. Így néz ki rajta. Ezután felírják a madár nevét latinul, megvizsgálják izom- és zsírtömegüket, valamint megmérik a súlyát. Miután minden adatot lejegyeztek, a madarat szabadon engedik. Sokszor különleges, esetleg rejtett életmódú kisállatokra is sikerül jelölőgyűrűt rakni. Ez például egy ökörszem, Európa második legkisebb madara. Évente néhány alkalommal mindenképpen van gyűrűzés. Itt viszont már több mint 10 évvel ezelőtt megkezdődött az első jelölés, és azért nagyon fontosnak tartjuk, hogy minden évben kijöjjünk, hogy egyrészt megfogjuk azokat a madarakat is, amelyeket tavaly jelöltünk. Már a tegnapi napon is 4 olyan madarat fogtunk, amit évekkel ezelőtt már egyszer megjelöltünk. Illetve amikor épült az autópálya, akkor érdekes volt az is, hogy esetleg zavarja a madarakat, tehát hogy van-e valami változás mondjuk a 10 évvel ezelőtti állapotokhoz képest. Ez kiderült már az elmúlt években egyébként, hogy nem zavarja. A madárgyűrűzés egészen vasárnapig tart a Szelkótó mellett. Az érdeklődők november 19-én szombat reggel 8 órától családi napon ismerhetik meg élőben is az ornitológusok munkáját.